Üdvözlöm a Miskolc televízió nézőit! A Promenád mai adásában egy negyedik nappal is megtoldjuk a Miskolci Sörfesztivált, felidézzük a legszebb pillanatokat, volt belőle bőséggel. Úgyhogy üdvözöljük újra Önöket a Miskolci Sörfesztiválon! Több tízezren buliztak idén is a Népkertben. A Miskolci Sörfesztivál 6. alkalommal nyitotta meg kapuit. A hazai zene élet legjobbjai vették birtokba a színpadot, és két nemzetközi sztár DJ-vel is beszélgettünk. Felidézzük a legszebb pillanatokat. Tartsanak velünk! Nincs Miskolci Sörfesztivál a Pedi Enderec nélkül. A fesztivál idén ír, kocsmai hangulatban kezdődött. Ha már kocsmai hangulat, akkor természetesen nem hiányozhatott a sör sem. Most 7 csapolt sörrel érkeztünk, 16 magyar kézes sörrel palacban, illetve elhoztuk a Pahóz Pálinka családtagjait, az 8 féle. Van egy különlegesség, Miskolc kedves látogatóinak ajánlom például a borzagot, amiről valószínűleg nem hallottak. Valamennyi pálinkánk legalább egy nemzetközi aranydiplomás, de van olyan, amelyiknek 5 van. Tehát például a pálinka főzdék világbajnokságán a Vilmos Körte 3 megszerezhető aranyéremből 3-at szerzett, de a Fekete Erdei Szeder 5-öt. De például itt van a Palóc sörcsalád 13 nemzetközi aranydiplomával. Itt vannak a Fóti kézmes sörök, amelynek a vezetője Gyenge Zsolt, a mai magyar hazai kézmes sör forradalom egyik atya, elindítója jó értelemben. A Miskolci Sörfesztiválon számtalan ízesítésben csapolták a maláta nedűt. Ha megtetszenek engedni, akkor elmondanám, hogy mik vannak csapon. Van egy vörös sörünk, ott jobb szélen lehet látni Vidrócki néven, ugye mi a Palóz földről jöttünk, az egy negyed barna sör, vörös, azért lesz vörös, mert nincs annyi maláta benne, mint a barnában. Aztán van egy Bitang Joe nevezetű sörünk, az a Fóti kézmes sör családtagja, világos sör, Bitang Joe azért kapta a nevét. Van egy narancsos, gyömbéres, mézes sörünk csapon, amelyben természetesen olyan gomlók, maláták vannak összeválogatva, amelyeknek ezek az ízek adják azt az érdekességet, hogy az ember azt érzi, mintha narancs, gyömbér, méz lenne benne, vagy itt van egy keserű méz például, ez egy korai születelésű zsenge koblónak köszönhetően mézes ízjegyű. Vagy aztán rögtön itt mellette van egy meggyes húzássör, az egyetlen úgynevezett ízesített vagy gyümölcsös sörünk. Aztán van egy szüretlen sötét húza Razia néven, reméljük ma nem lesz itt Razia, és van egy IPA sörünk, ami ugye egy Indian Pale Ale, tehát egy komlózott sör. De hamarosan csapra kerül egy Al Capone sör, egy Alcatraz sör. Például az Alcatraz sörnek az az érdekessége, hogy a belga csoki malátával készül, az is hasonlóan, hogy a keserű méz vagy többi esetében, vagy egy olyan malátaféleség, amelynek az a sajátosság, hogy aki megkósolja, azt hiszi, megmerne esküdni, hogy ez csokis. Valójában a maláta csokis íz. A nagy színpadra és olykor a színpad előtti árokba pedig időközben megérkezett a Magna Cum Laude. Maradtam,
Magna Cum Laude jövőre ünnepli megalapításának 20. évfordulóját. A srácok minden miskolci fellépése örök emlék a közönség számára. A kimondottan közvetlen együttes ezúttal is hozta a formáját. Mások oldalakra, amikor üzent betűnben négyes lépcsőházban többen is tüzelnek, de nem a katonák, hanem a gyengébbik csapat. Kinte kapura jönnek kapcsolat, és benne voltál, te is a körbe vagy ismeretlenőben. Köszönjük meg az utolsó pohárból, már divonnak. Mezőmisi jégbulja után sem volt idő sok pihenésre. Egy pici szusszanás sem maradt idő csupán, vagy egy újabb csoport beszerzésére, és kezdte is a muzsikálást a Kowalski meg a Vega. Az együttest számtalan emlék köti Miskolchoz. Annak idején a Vian, nem, az már nem létezik, szerintem az a klub, úgyhogy mondhatjuk. Hát mi ott nagyon sokat koncerteztünk, szerintem volt olyan év, hogy akár négyet is játszott ott a zenekar. Ez egy tipikus 300 ember, vagy 250, Herring-szindróma, úgyhogy ezek ilyen nagyon kedves emlékek. Hát most viszont megörülünk, hogy van egy ilyen fesztivál, és hogy ilyen technikával lehet játszani, és egy 15 éves jubileumi turnénkat így tudjuk így bemutatni. Én nem fogom szédíteni a szíved, kalambul a földanya ölő. És aljas, hogy szeret lenne, ahogy vetíteném, hogy így jobb lennék itt bárki nő. Ugyan ki nő. Nem is lesz, hogy virággal a kezemben, azt tudod, nem én vagyok. És nem bírok sírni sem, pedig szorítom el a sót. Én nem akarok mondani szépeket, a szavakkal megölném a lényeget. És nem hoztam mások dolgozban csillogó nemes fémeket. Annyit elmondunk róla, hogy 10 vadonat újra lesz rajta, de hát ebből azért 3-at mi mindig általában az előző évben meg is szoktunk mutatni, de hát ebben az évben még egy dalt be fogunk mutatni majd a zenekar december környékén. 10 dal, azt gondolom, hogy nagyon színes lesz, most ahogy hallgatgatjuk, teljes slágerrel, de lesznek olyan csemegék is szerintem, aki mondjuk az első két albumot szerette, vagy a Kowalski meg Vegát úgy ismerte meg, lesznek olyan dalok, amik kicsit visszakanyarodunk ahhoz az időhöz is, hangszerelésével. Az új album tehát már készülőben, de még várni kell rá egy keveset. Amire viszont nem kellett várni, az az ifjú világsztár lemezlovas Ale Farben volt. DJ tökéletes koncerten mutatkozott be Miskolcnak.
A mindig mosolygós művész látványvilágában és zeneileg is oda tette magát. A koncert hangulata mindenkit magával ragadott. Már többször jártam Magyarországon, talán az utóbbi 6-7 évben többször megfordultam itt, és mindig nagyon élvezem, nagyon tetszik. Idén nyáron 2 fesztiválon is játszottam itt, és most is itt vagyok. Szóval egyszerűen imádom ezt az országot, nagyon kedves. Tök jó, hogy van ilyen sörfesztivál, én is nagyon szeretem a söröket, abszolút sörös vagyok, szeretek kóstolgatni, ízlelgetni különböző fajtákat, a helyi különlegességet is mindig örülök, ha megkóstolhatom. Van itt most nálatok egy kis helyi sör? Kipróbálnám. Szóval igen, szeretem, főként a pils söröket bírom. Erős péntek után, ha lehet, a szombat még bulisabbra sikeredett. A nagy színpadi programot Gangsta Zoli és a Kártel nyitotta meg. A Liget színpadon pedig egyből a Kártel után az Ári Maffia zenélt. Szenáik nem csak hogy hozták a tőlük megszokott kötelezőt, tökéletesen a végletekig felpörgették a közönséget. A koncert után pedig már kezdett is a másik színpadon, a Punani Masszív. A Punani Masszív már a legelső sörfesztiválon is hatalmas bulit csapott. Ahogy akkor, idén is nagyon erős nyári szezon után jöttek a városba, de tele voltak energiával. Ami húzós a nyár, az azt jelenti, hogy addig van létjogosultságunk, akár ezen a színpadon is. Nem feltétlenül mondanám, hogy ezzel a koncerttel lesz vége a nyári szezonnak. Nem is tudom pontosan, hogy igazából hivatalosan mikor kezdődik az ősz. Hányadikán van? Nem tudom. Még van egy jó pár koncertünk, de tény és való, hogy most már azért kicsit nyugodtabbak a körülmények, és tudunk végre arra fókuszálni, ami miatt leszülettünk a Föld nevezetű bolygóra, hogy dalokat írjunk, mert most már ezt várjuk már nagyon-nagyon, és pont ezért az évnek az utolsó negyedébe nem is vállaltunk annyi koncertet, mert majd szépen be fogunk vonulni a stúdióba, és igaz, hogy évelején kijött egy lemezünk, ami a PMXV címet viseli, mivel 15 éves idén a zenekar, és hála nektek, az már tripla arany, majdnem dupla platina, nagyon szépen köszönjük, viszont szeretnénk új dalokkal is kijönni. De vajon milyenek lesznek az új dalok? Ötletek vannak természetesen, mert azért az elmúlt évek során rengeteg úgynevezett fiók dal van, ami valami úton, módon még nem tudott 100%-osra terebélyesedni, de most ezen dolgozunk majd az október kötőjel decemberi időintervallumban, hogy
elő tudjunk állni egy új lemezzel. Farkas Roland Miskolc szülötte, habár korán elhagyta a várost, és az ország másik végébe Pécsre költözött. De szülővárosát azóta is nagyon szereti, habár egész Magyarországgal így van. Szeretem ezt a várost nagyon, de az az igazság, nem fogok hazudni, minden városban ezt mondjuk, mert minden város szeretünk, hisz Magyarország egy picike kis ország, és nagyon-nagyon jó érzés, hogy 15 év után is az összes város bármelyik színpadán nagyon szívesen látnak minket a rajongók. A miskolci rajongók valószínűleg idén már többet nem bulizhatnak a Pannoni Masszívval. A Sörfesztivál volt ebben az évben az utolsó alkalom, és ezt a közönség is érezte. Hatalmas tömeg gyűlt össze a nagy színpad előtt, a fesztivál második napján minden fiatal a Népkertben volt. Éppen azért, mert Miskolcon idén már nem biztos, hogy látják Farkas Rolandékat. Mi nagyon jól érezzük magunkat, Ári Mafiára jöttünk, aztán Pannoni Masszívra, aztán most jönnek külföldi fellépő, azt is végigbulizzuk. Egészen más megfontolásból, de ha lehetséges, még nagyobb tömeg gyűlt össze a színpadnál a koncert után is. Első alkalommal érkezett Miskolcra a nemzetközi sztárlemezlovas, a Lost Frequencies, aki oda van Magyarországért. Minden alkalom lenyűgöző, amit Magyarországon töltök, sokszor voltam már itt. Első alkalommal Budapesten voltam, nagyon csodálatos, szép város. Ott is aludtam, és másnap mentem a fesztiválra. Mindig, amikor ide jövök, csodásan érzem magam, nagyon boldog vagyok, hogy most is itt. Nem, soha nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy lesz a sikerem. Még most sem hiszem el, hogy itt lehetek. Nincs olyan messze Belgiumtól, de mégis. Nyáron sok különböző helyen jártam, most is itt vagyok, különböző kultúrákat ismerek meg, különböző emberekkel találkozom. Nagyon sok helyen megmutathatom a zenémet, és ez csodálatos. A legjobb érzés számomra, hogy látom, hogy mindenki mosolyog, élvezi a pillanatot, és együtt élvezzük a zenémet. Ez a legjobb dolog, amit csinálhatok. Félix nagyon boldog, hogy azt csinálhatja, amit szeret. A közvetlen világsztár elárulta azt is, hogy miért választotta művész nevének azt, amit. Amikor még régen csináltam a projektjeimet a szobámban, régi zenékkel foglalkoztam. Ezek a régi dalok az elveszett frekvenciák, amiket én megtaláltam és újra gondoltam. Innen a Lost Frequencies név. Ilyen elveszett dallam volt egy régi country nóta is, amiből megszületett az első világsláger, az Are You With Me. Azóta eltelt 4 év, és ma már Félix James Blunt-tal is jegyez egy közös dalt. Ő nagyon jó fej, nagyon kedves, ez egy nagyon jó projekt volt. Nagyon nagy élmény volt a videoklipet is megcsinálni. Nagyon örülök, hogy elkészülhetett ez a dal, és hogy bekerült a setlistembe. Nagy megtiszteltetés egy ilyen nagy énekessel együtt dolgozni. Az egész együttműködés csodálatos volt. A lemezlovas már a következő álmait is szövegeti. Move-val szeretne nagyon együtt dolgozni, mert lenyűgöz
érzi az énekesnő hangja, de most egyelőre az új albumával foglalkozik, ami hamarosan megjelenik. Nos igen, dolgozom az új albumon, hamarosan már meg is mutatom nektek, de még egy kicsit próbálgatom. Sokkal elektronikusabb lesz, mint amiket ezelőtt csináltam, de nem lesz olyan nagyon szokatlan tőlem. Lesznek dallamos, éneklős melódiák, igazi Lost Frequencies-es lesz. Szerintem nagyon klassz lesz. How are you guys feeling right now? It's a fine day. People open windows. They leave their houses just for a short while. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine. A belga DJ koncertjére pedig még a megtelt tábla is kikerült. A fesztivál a nagy színpadnál koncentrálódott. Több ezren bulisztak együtt Félixszel, aki abszolút egyedi, Miskolcra szabott koncertet adott. Helyszínen keverte a zenét a közönség reakciójára építve. A hangulat mindenkit magával ragadott, közönséget és zenészt egyaránt. A lemezlovas tőle abszolút szokatlan módon még egy readásra is visszatért a DJ pult mögé. Pénteki és szombati fiataloknak szánt nap után következett az idősebb generáció. Felhő, felhő, fenn az égen, vártunk már nagyon. Esőt hoz a virágoknak, most el sok bajom. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezess, én utánad megyek. A zárónapon nekik kedveskedtek a szervezők, színpadra állt a Republic mellett a Hooligans is. A zárónap végére a 30 ezredik fesztiválozó is megérkezett a Népkertbe. A hálnapot elértük a 30 ezer látogatót, ami úgy gondoljuk, hogy pont a maximális mennyiség, amit ez a terület befogad, úgyhogy teljes siker a fesztivál. Slide.
A szervezők szerint az idei szemlélet marad jövőre is. Változatos, ligetes, fiatalos és igényes fesztivál. Abban bízunk, hogy ez a koncepció megállja a helyét, és ugyanerre mennénk. De egyrészt építünk a fiatalokra, de hogy ma is nem felejtjük el az idősebb generációt, nézzetek rám, azt gondolom, hogy erre az elég szükség van, tehát megosztjuk a napokat, de ezt a fiataloknak program speciálisan, és egyébként meg a populáris zenét vinnénk tovább. Ez volt a promenád, én megköszönöm már a figyelmüket a Miskolci Sörfesztiválról, amit az Edda művek zártak, hallgassunk bele még egy kicsit. Bye.